Hulladékgyűjtés évente kétszer, ősszel és tavasszal van. Manapság a diák önkormányzat az, aki gazdája lett ennek a hulladékgyűjtésnek. Évente kétszer rendezünk, ősszel és tavasszal. Ősszel azért szerencsés, mert ilyenkor nyáron a sok felújításokból maradnak meg különböző dolgok, amiket hasznosítani tudunk. Ilyenkor vagyis versenyformájában zajlik a gyerekek között, tehát egyre többet lehet gyűjteni fém, illetve papírhulladékot. Tavasszal pedig azért, hogy hát nem is tudom, megmozdítsuk a gyerekeket, márciusban szoktunk általában, vagy tavaszi szünet környékén szoktuk. Mindig a diák önkormányzat hirdeti meg, és osztályonként folyik a gyűjtés, osztályokon belül is van verseny. Csapatok vannak, akik arra vannak ösztönözve, szépen jól magyarul, hogy minél többet gyűjtsenek össze, többet gyűjtenek, több pénz áll a házhoz. A hulladéknak ára van, és hát a pénz minden közösségnek jól jön. Általában ketté osztjuk ezt a költséget, a felét visszakapja az osztály, ami osztálypénz formájában kerül hasznosításra. A másik fele általában a diák önkormányzat kasszájában marad, ahol különböző rendezvényeket, illetve programokat, felújításokat, átalakításokat, illetve gyerekek által kért dolgokat támogatunk belőle. A hulladékgyűjtésnek, mint 40 évvel ezelőtt, ma is megvan a maga varázsa, ám azt, hogy ez mi lehet, azt már hiába találgattuk. Talán az, hogy ez a délután közösen vannak a gyerekek, együtt vannak, nem az iskola falai között. Itt bárki, aki mondjuk az iskolában nagy sikereket, vagy sportban nagy sikereket nem tud elérni, azért én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan terület, ahol sikert érhet el az a gyermek, és talán itt találja meg azt az örömet, vagy ebben a programban találja meg azt az örömet, amit az iskola falai belül talán nem tud. A teljesítményről egyelőre nem voltak számszerű kimutatások, de az eredmény az udvaron is szemmel látható. Tavasszal volt egy másik hulladékgyűjtésünk, talán annál egy kicsit jobban sikerül, ugyanis nyáron csak több minden gyűlik össze, a papírhulladék rengeteg, gondolom a szórólapok, ugye ezt érzékelik az emberek is. A fémhulladék az nagyon-nagyon gyér. Tehát egyre kevesebb dolog van, amit az emberek kidobnak, vagy nélkülözni tudnak. A hulladékgyűjtés tehát megtartotta régi jelentőségét, továbbra is az osztályok közösségeit mozgósítja, a belőle befolyó pénz pedig iskolai célokat szolgál.